A matematika a természettudományos műszaki és informatikai képzés népszerűsítésére nyert támogatást a Nyíregyházi Egyetem. A projekt tavaly indult a felsőoktatási intézményben. Háttérbe szorult a tudományos képzés az elmúlt időszakban. Kirívóan alacsony a műszaki és a természettudományos diplomát szerzők száma. Másik probléma, hogy a felsőoktatási intézményekbe bekerülő hallgatók felkészültsége is elmarad a kívánatostól. Ennek is köszönhető, hogy magas a lemorzsolódási arány. Nyíregyháza és térségében pedig nagy igény mutatkozik a szakképzett természettudományos végzettségű munkaerő iránt, amelyet a munkaerőpiac nem tud kielégíteni. Ezek alapján a Nyíregyházi Egyetem programjának célja, hogy a természettudományos és műszaki pályát végzettek számát növelje. Ennek érdekében egy úgynevezett élményközpontot is kialakítanak. Köszöntöm a stúdióban dr. Bilancsi Ágnest, a Nyíregyházi Egyetem gazdálkodástudományi karának docensét. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Miről szól ez az úgynevezett élményközpont, ami a természettudományos oktatás segítését irányozza elő? A Nyíregyházi Egyetem és Nyíregyháza Város Önkormányzata a tavalyi évben sikeres pályázatot nyert egy élményközpont kialakítására, mely élményközpontnak egy nagyon szép épület, a Báthori utca 20 szám alatti épület fog a jövőben otthont adni. Ez az élményközpont a matematika, műszaki tudományok, fizika, kémia, tantárgyak iránt érdeklődő hallgatók számára szeretne olyan mélyebb betekintést adni, amelyekben olyan módszertani ismeretekkel, olyan élményekkel gazdagodhatnak, amely mondjuk egy klasszikus általános iskolai vagy középiskolai tanítási óra keretein belül nem megvalósítható. 21. századi körülmények között egy teljesen felújított, külső-belső, teljes 21. századnak megfelelően felújított épületkomplexumban olyan modern és új eszközökkel ismerkedhetnek meg a tudománnyal, amelyekkel esetlegesen ezek a hallgatók, diákok még eddig nem találkoztak. Miért érezték szükségét ennek a projektnek, ennek az élményközpont megvalósításának? Azt gondoljuk, hogy ez a tudományterület egyrészt az oktatás szempontjából is kiemelt és preferált helyen van a felsőoktatásban. Vannak olyan hallgatók, akiknek esetlegesen úgy éreztük, hogy tanulmányaik alatt még nem alakult ki egyértelműen valamilyen tudományterület felé való orientációjuk, és lehetőséget kívántunk ezen tudományterületek irányába nekik megmutatni azokat a részeit is a természettudományoknak, amivel nem találkozhattak. Másrészt azt is gondoltuk, hogy ilyen feltételek mellett a tehetséggondozás modern eszközeivel a diákokat még elkötelezettebbé tehetjük. És nem titkolt szándékunk, hogy azon iskolák számára, ahol halmozottan hátrányos helyzetű hallgatók nagyobb százalékban tanulnak, mint mondjuk ez a statisztikai átlag, azok számára ez egy olyan esély és lehetőség, amely akár egyedülálló is lehet ezeknek a diákoknak az életükben. Mennyire népszerűek ezek a szakok, mert hogy igény van rá, tehát a munkaerőpiacon nagyon nagy szükség van a műszaki tudományok vonatkozásában, de vajon mennyire éreznek késztetést a fiatalok arra, hogy ebbe az irányba mozduljanak? Nem túl népszerűek azért ezek a tantárgyak az általános és középiskolákban? Hát igen, a hallgatók nem feltétlenül, vagy a jövőbeli hallgatóink nem ezeket preferálják, legjobban ezeket a képzéseket, és ezen is szeretnénk egy picit változtatni, hogy ismerje meg jobban, legyen bátorsága, és hogyha egy picit is vonzódik ezen terület iránt, akkor bátran válassza az ilyen jellegű képzéseket. A természettudományi tantárgyakban, már középiskolában is, de a felsőoktatásban is jellemző, hogy picit magasabb a lemorzsolódás, nyilván a tantárgyak jellege miatt, mint az átlag. Ebben is szeretnénk segítséget adni, hogy lehet ezt a tudományterületet élmény alapúan is megismerni, olyan modern eszközökkel, amelyek használatával nem feltétlenül tanulásnak éli meg, hanem csak egy tapasztalásnak, egy élménynek, amit tovább visz magával tanulmányai során, és ezáltal úgy sajátítja el ezen tudományterület ismereteit, hogy nem feltétlenül érzi azt, hogy ő most klasszikus értelemben, iskolapadrendszerben tanult. Az oktatásban, tehát pedagógus hallgatók is használják majd ezt az élményközpontot, és ezt hogyan tudják továbbvinni
majd magukkal, amikor már ők maguk lesznek pedagógusok, tanárok? Természetesen a szakmai munkát már ezzel kapcsolatosan elindítottuk. A megyében jelenleg 10 nyíregyházi iskola és 10 vidéki iskola, aki becsatlakozott ebbe a programba, hogy szeretnének a következő tanévben ezeknek a szakkörrendszerű foglalkozásoknak, azoknak a tematikus foglalkozási napoknak, kiscsoportos foglalkozásoknak, tehetséggondozásoknak aktív részesei lenni, amelyre a kollégáink már az új eszköztárral, módszertannal ellátott oktatási programjait előkészítik. Milyen eszközökre kell gondolni, robotokkal támogatott informatika oktatás, olyan biológiai és kémiai laboratóriumi körülmények létrehozása, amelyekben a magasabb szintű kémiai, biológiai kísérletezések is megtekintésre kerülhetnek, bizonyos kreatív eszközökkel támogatott matematika oktatás, minél magasabb szinten digitalizált feltételekkel. Mi az, amit várnak ettől? Lehet-e már esetleg valamilyen fejlődést látni mondjuk a jelentkezők számában, hogy mennyire népszerűsödnek ezek a szakok? Felvállal a célunk, hogy a lehetőség szerint minél több hallgató kapcsolódjon be már érettségi szintjén, mind az alapszintű, mind az emelt szintű természettudományi tantárgyak érettségi rendszerébe, illetve nem titkolt célunk, hogy minél többen kötődjenek már középiskolai korukban a nyíregyházi egyetem oktatóihoz, és válasszák a nyíregyházi egyetemeken ezen tantárgyak megismerése által ezeket a típusú képzéseinket. Van arról információjuk, hogy hány természettudományos szakos tanár hiányzik mondjuk ebben a megyében? Hát amennyire a statisztikákat látjuk, ha nem is most, de az elkövetkező évtizedekben fel kell arra készülnünk, hogy akár ezeken a területeken komoly pedagógus hiányaink lennének. A Nyíregyházi Egyetem BSC szintű képzésekben kínálja általános iskolai tanárokat képezve ezen szakterületeken, illetve a mérnök területen is igen sokféle műszaki szakember kibocsátását vállaltuk fel BSC szintű főiskolai képzésekben. Volt olyan év, amikor egy-egy szakot esetleg nem tudtak beindítani, mert nem volt elég érdeklődés? Sajnos voltak olyan évek, mikor bizonyos szakterületek irányában nem volt olyan a hallgatók érdeklődése, hogy a szak elindulhatott volna, de bízunk abban, hogy a jövőben egy-egy ilyen lehetőség a diákokat megfogja, felpesdíti az érdeklődésüket, és nem lesz ilyen jellegű problémánk a jövőben. Milyen finanszírozásban jön ez létre, mekkora összegből? A pályázat keretein belül, amelynek a Nyíregyházi Egyetem és Nyíregyháza Városa konzorcium partnerségében jön létre, az épület belső felújítására 165 millió forint lett elkülönítve. A felújítás folyamatában csak a belső felújításra volt finanszírozásunk, de Nyíregyháza város vállalta azt, hogy azért, hogy ez egy külsejében is nagyon modern épületkomplexum legyen, amelyik a belső tartalomnak és funkciónak is megfelel, ezért a teljes külső felújítást Nyíregyháza város felvállalta, és egy nagyon komoly eszköz beszerzés is része a pályázatnak, amelyben ezeket az előbb említett eszközöket próbáljuk szeptember-október beszerezni. Várhatóan 2018 őszén nyitja meg kapuit az élményközpont az általános és középiskolák számára. Mekkora lesz a befogadó képessége, hogyan tudják ezt megtölteni élettel, ezt az élményközpontot? Speciális, funkcionális tantermeket alakítunk ki. Az egyik a matematika, másik a biológia, harmadik a fizika, műszaki területek. Lesznek emellett lesz egy nagyon szépen kialakított, teljesen modern látogató központ vagy fogadó része, és ezekben kiscsoportos foglalkozások keretein belül fogjuk a diákokat fogadni. 8-10 diáknak lesz egyszerre egy szakterületen képzése, a többieknek pedig ebben a fogadótérben kívánunk olyan élményeket adni, élményelemeket, amelyekkel sokkal gazdagabban mehet majd nap végén. A Nyíregyházi Egyetem munkatársai fogják ezt a működtetést végezni, vagy esetleg az is elképzelhető, hogy egy-egy középiskolai órát a saját szaktanárral ott ezen a helyszínen lehet majd megtartani? Természetesen kezdetben
a Nyíregyházi Egyetemnek az oktatói, akik ezt szakmailag előkészítették, és ehhez a tananyagokat kifejlesztették, de a jövőben az a célunk, mivel ezt hosszabb távra tervezzük, hogy azokat a középiskolai tanárokat, akik érdeklődést mutatnak erre, vagy azokat a végzős, vagy végzés előtt álló diákjainkat, akik lehetőséget látnak ebben, már bevonjuk ebbe a folyamatba, hogy minél hamarabb ők is ezt a módszertant magukkal vigyék, és az iskolájukba a megyeszerte hasznosítsák ezeket a ismereteket. Dr. Bilancsi Ágnes, köszönjük, hogy beszámolt nekünk mindenről. Köszönöm szépen. Készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával.